Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülő hazám, itt a lángoktól a lelki ország. Messze rikó gyerekkorom. Rostásáron Radnóti Miklós Nem tudhatom című költeményével indult a szavaló versenyen. Pálházán már közel 4 évtizede ünneplik versmondó versennyel a Magyar Költészek Napját. Idén több mint 30 diák jelentkezett a megmérettetésre a Hegyközi Általános Iskola tanulói közül. Radnóti Miklóstól a Nem tudhatomat választottam, azért mert megtetszett a vers, és az iskolában is pont erről a versről tanulunk, és megtetszett, és ezért választottam ezt. A gyerekek felkészülését a pedagógusok is segítették. Segítettek kiválasztani a költeményt, segítséget nyújtottak a hangsúlyozásban. Volt olyan tanítványom, aki maga választott verset. A szülők nagyon aranyosak, segítenek, otthon őnekik is felmondják a verseket, többször meghallgatjuk őket, segítünk neki, azért a költészetnek a szavalatnak a fortíjait, hangsúlyozás, szünetek, szóköz, olyan dolgot, amit a versbe ők is tudnak, ismernek, de igazából akkor tesznek ők maguk hozzá a saját személyiségükkel, egyéniségükkel, a mi irányításunk segítségével persze, és akkor így születik meg igazából a költemény. Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik a költészet napját. József Attila a magyar költészet egyik kiemelkedő alakja volt, de ezen a napon nem csak rá emlékeznek, hanem felhívják a figyelmet a versek és a versmondás jelentőségére is. Az emberek figyelmét felhívjuk a költészet jelentőségére, a versek szépségére, hiszen a versekkel érzelmeket fejezhetünk ki, illetve segítenek eligazodni a világ dolgaiban. Nem elég korán kezdeni ezt. Öröm számomra, hogy apró gyermekektől kezdve a legnagyobbakig voltak résztvevők. Pálháza polgármestere is fontosnak tartja, hogy megemlékezzenek a városban a költészet napjáról, emellett pedig teret adjanak azoknak a gyerekeknek, akik szeretnek szavalni. Azok a gyerekek, akik tehetségesek, és valamit iklet idéznek erre a szép versmondásra, azt hiszem, hogy megérünk, hogy bemutassuk őket mindenféleképpen. A versenyen szép teljesítményt nyújtottak a diákok, de amit még ennél is fontosabbnak tartottak a szervezők, hogy vannak még olyan gyerekek, akik szeretik a verseket, és van bátorságuk elszavalni egy-egy költeményt.